nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, az új tagjainkat is, tehát a szedresi nyugdíjasokat is nagyon nagy tisztelettel köszöntjük. Egy pár szóval szeretnék bemutatkozni a szedresieknek, hisz Bogyiszlaiakkal már meghívtak a zenét. Bezavartam. 2016 óta üzemelünk, tehát azóta van a Borostály Nyugdíjas Egyesületünk. Most jelen pillanatban 27 fővel működünk. Nagyon jó kis csapatomban. Ezt kívánom minden egyes csapatnak, hogy ilyen testvériesen dolgozzanak össze, mint mi, ahogyan vagyunk. Elmondanám a műsort. Lenne egy kis műsorunk a nyugdíjas csapatnak, ugyanis próbáltuk a falunapra szervezni, de az nem jött össze, és titeket szeretnénk vele megajándékozni. Meg szeretném mutatni ezt a kis műsort. Utána lenne egy kis torna, egy közös torna, nem olyan vészes, aki tud részt venni, vagy úgy érzi, hogy meg tudja csinálni, akkor jöjjön velünk. Ugyan ezt mondom a játékos programokra is, hogyha aki tud, az jöjjön és tevékenykedjen velünk. A többi társainkat kérem, hogy nézzenek bennünket, érezze mindenki jól magát. Fél egy fele, fél egy háromnegyed egyet mondok, akkorra jön egy ebédünk, ami párizsi szele, petrezselymes burgonya és uborka lesz, és mi, mint nyugdíjas csoport, sütöttünk nektek süteményt, és azt is nagy szeretettel várjuk, hogy mindenki az asztalhoz jön, és elfogyasztja, amilyen süteményt szeretne enni. Utána pedig 11 óra fele jön a zenészünk, a Vörös Józsi, és azt fog egy kicsit zenélni nekünk egy kis talpalávaló. Én kívánom mindenkinek, hogy nagyon jól érezzétek magatokat, és nagyon sok sikert a mai naphoz. Köszönöm szépen! Mondom meg, szerintem a szedresiek ismerő, hogy a tengeliciák Szedresből jöttünk, és szeretném megköszönni, hogy meghívtak bennünket. Remélem jövőre már mi is meg tudunk hívni benneteket, mert még nincs helyiségünk, ez a baj. És Margitka, ezt meg fogadjátok szeretettel. Köszönöm szépen! Hát sok szeretettel köszöntelek én is benneteket a bogyiszlaiak nevében. Mi már voltunk itt tavaly előtt, nagyon jól éreztük magunkat, és most is köszönjük szépen a szívélyes meghívást és fogadtatást. Hát azt hiszem, hogy mindenki, a szedresiek meg ismernek minket, úgyhogy különösebben mutatkozással nem készültem én sem. Thank you.
Hogy miről is szól ez a torna, és milyen hatásai vannak. A kínai Meridian torna a meridiánokban áramló energiaegyensú helyreállításával a szervezet immunrendszerét erősíti. Nincsenek mellékhatásai, bárhol, bármikor, ingyenesen végezhető, semmiféle beruházást nem igényel. Mottónk az, hogy 100 évet egészségesen. Több évezredes kínai tapasztalat alapján az egészségünk védelmében saját magunk erejéből teszünk magunkért napi egy tornával. A meridián gyakorlatok az egészség és a hosszú élet titkos receptje. Annak érdekében, hogy javítsa az emberek egészségét és elősegítse a magas kor elérését, Zhong Xian professzor kifejlesztette a 312 meridián tornát. A kínaiak egészség felfogása az akupunktúrás meridiánok létén alapszik. Egészséges emberben... Nem tudok hangosan beszélni. Akarja elősegíteni. A 3-1-2 a meridián gyakorlatok végzésével oldjuk a blokkokat a szervezetünkben. A 3 arra utal, hogy 3 meridián ponton akupresszúráznánk magunkat, tehát hogy nyomunk bizonyos pontokat, azok az akupresszúrás pontok, amik közelebb vannak a felszínhez a bőrünkben. Tehát hogy nyomjuk és érzékeljük, és ezeken a pontokon keresztül lehet gyógyítani is, ezen alapul az akupresszúrás kezelés, ugye? Ott is a nyomás érzékeléssel lehet gyógyítani, tehát hogyha bizonyos pontokat az orvosok tűk segítségével megnyomnak, és akkor úgy gyógyulnak, nagyon sokan járnak ilyen kezelésekre jelenleg is. A 3 arra utal, hogy a 3 meridián ponton akupresszúrázunk, az egy jelentése a hasunkról szól, a hasi légzésről. A hasi légzést lehet állva, fekve végezni, kinek hogy esik jól, vagy éppen ugye van, akik fekvőt is csinálják. Mi szociális otthonokban tanítottuk embereknek ezt a tornát, ahol dolgoztam Dunaföldváron, ott minden nap tornáztunk. És az idősek szeretettel jöttek és örültek neki, hogy minden nap tudnak gyakorolni velünk. Voltak tolókocsisok, mindenféle betegséggel küzdők, úgyhogy nem muszáj egészséges embernek lenni ahhoz, hogy tegyünk az egészségünkért a továbbiakban, hanem a bármilyen betegséggel küzdő valamennyi részét meg tudja csinálni. Tehát a hasi légzést ugye fekve is lehet. Ez vannak ezek a pontnyomások, ezt is meg lehet csinálni, állva is, fekve is, bármilyen betegséggel szenvedik lehet gyógyítani vele. Most a válunk, tehát van a vastagbél méges pont, az a tej, vál és a tíz rész, tehát a melkörű területe, ezekre a területekre hat. A szívgyulék hatos, akik
Külföldön is, ugye Kínában rengetegen, de Szlovákiában, Romániában, a környező országokban mindenhol vannak csoportok. Amíg nem volt a Covid-járvány, addig minden évben volt egy országos összejövetel, ahol találkozhattak az országban működő csoportok. Sajnos most nem nagyon jönnek össze már ezek az összejövetelek. És szeretném bemutatni a tornát, de azt szeretném, hogy mindenki álljon körbe, és megmutatjuk a pontokat. Nagyon egyszerű, mondom, hogy mit kell csinálni. Volt, hogy több százan csináltuk már ezt a tornát, úgyhogy próbáljuk meg. Szeretném kérni a szedresieket és a tengelyeket, hogy álljunk egy nagy körbe. Thank you.
Thank you.
Föl egyenes tartás. Tér. Fej. Tér. A negyediknek négy. Négy? Ez volt a harmadik, igaz? Negyedik próbálkozás jön. Hopp! Négy, négy! Az utolsó próbálkozás. Has. Fej. Tér. Boka. Fej. Has. Hopp. Boka, fog. Fej. Has. Hopp. Hopp. Kettő, négy, öt. Ti vagytok a második. Igen. A másodiknak 5, a harmadiknak 3, vagy akkor 6-2. 6, a másodiknak 6, a harmadiknak 2. Egymásból egyenlő akkor a térde már fáj. A lába ujjal, meg a sarka, nem tudom.